Művész úr, mennyire örül, hogy egy ilyen különleges helyszín adhat helyet a Munkácsi kiállításnak? Számomra nagy megtiszteltetés, hogy a Munkácsi Mihály világhírű magyar festőművészünk alkotásaival töltjük meg ezt a csodálatos intézményt. Csak ámulok egyébként, hogy mikor ránézünk erre az épületre, hát valami földbe gyökeredik az embernek a lába, hogy ilyen csodákat építenek meg. És hát a legjobb dolog, amikor beleheljük kultúrával, és hát a Munkácsi Mihály munkássága, alkotásai, tényleg egy géniusz, büszkék lehetünk mi magyarok arra, hogy született nekünk egy ilyen világhírű magyar festőnk, és büszkék vagyunk arra, hogy itt Karcagon ezzel indítjuk be, és ezzel indítjuk útjára ezt a csodálatos intézményt. Mennyiben más ez az épület, mint az eddigi helyszínek? Hát ez az épület azért különleges, egyébként nincsenek egyenes falak, és a munkatársaim, illetve Szepesi Tibor polgármester úr segítségével azért itt megrendezték ezt a kiállítást, mindenütt falakat alkottak benne. Egyébként nincs egyenes fal, mind homorú az összes fal, és hát a képeket nem lehetett volna felakasztani, így paraván rendszerrel lett kialakítva a térség, csodálatos tárolat lett belőle. Én is izgultam, amikor ezt kitaláltuk közösen, hogy mit is fogunk elvégezni az intézménybe, hogy fogjuk berendezni, de hát azt gondolom, hogy a szakemberek létrehozták, alkottak, és ez a világhírű alkotás, Pák Imre gyűjteménye méltó helyre került. Mit lehet tudni a tárlatról? A tárlat az 48. ez a kiállításunk, több mint 5 millió látogatója volt eddig a Munkácsi kiállításnak. 18-19. Éve, hogy ezt a missziót közösen elindítottuk, és hát mai napig is büszkék vagyunk arra, én különösen, hogy szolgálatában lehetek a Munkácsi Mihály világhírű festőművészünknek, hisz olyat alkotott, ami az utókornak megmaradt. Én csak úgy szoktam megfogalmazni, hogy Munkácsi élt, él és élni fog. Itt van a gyönyörű munkája. Ezáltal nekünk mi magyarok is nagyon büszkék lehetünk. Lehet-e tudni, hogy volt-e olyan alkotás, amelyet esetleg nehézkes volt beszerezni? Hát erről bővebben, Pák Imre barátom tudna beszélni, és én úgy tudom, hogy van egy pásztorlány kép, ami hát elég körülményesen került hozzá, és több probléma vetődött fel, de őt kell megkérdezni erről, mert azért ő gyűjtötte össze ezeket a képeket. Elárulja el művész úr a tévénézőknek, hogy van-e személyes kedvence az alkotások közül? Én végignéztem sokszor ezt a tárlatot, ez a műveket, és hát nem tudok kivenni belőle, hogy melyik a kedvencem. Nyilván nekem nagyon tetszenek a szalonképek, amit föl lehet akasztani akár egy nappaliba, az különlegesen egyébként, de nem tudok kivenni. Például a húsvéti locsolkodás is nagyon tetszik nekem, és örülök, hogy ezt választotta ki a város, ez a reklámképe a kiállításnak. El lehet-e árulni, hogy melyik a legnagyobb értéket képviselő kép? Hát a kép az úgy van, mindig az az érték, aki megveszi, annak a legnagyobb, függetlenül ártól egyébként. Én nem tudom az árakat, nem is akarok beározni. Azt tudom, hogy gigantikus a festmények összértéke, nagyon, de nagyon sokba került Pák Imre barátomnak. Nem merek árazni. Mindegyik értékes. Nekem a legértékesebb az, hogy az Imre barátom összegyűjtötte, és hát ki tudjuk állítani, és a művész pártoló embereknek el tudjuk vinni, és tudjuk, hogy a legnagyobb dolog az, hogy ez utazik 18 éve ez a kiállítás, és oda visszük a kultúrát a magyar emberek
szívébe, lelkébe, és ezzel ajándékozzuk meg őket, és legyünk büszkék, mi magyarok, hogy van egy Munkácsi Mihály világhírű festőművészünk. Kicsit mi is magyarok, vagy kicsit mi is beleéljük magunkat ebbe a világhírbe. Köszönjük szépen! Miért lehet Karcag büszkesége a kiállítás helyszíne? Azt gondolom, hogy hosszú évek óta vártunk arra, hogy elkészüljön a pavilon, hiszen 2017-ben döntött Magyarország kormánya arról, hogy a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja, amely hazahozásra került Magyarországra, Karcagon kerül felépítésre, újjáépítésre, újra tervezése után, és azt gondolom, hogy a akkori határozatot tettek, követték, sikeres közbeszerzési eljárás után az állami támogatásnak megfelelően elkészült a pavilon határidőre, és a tegnapi napon átadásra került. Én úgy érzem és azt látom, hogy egy nagyon szép impozáns épület, amely kiemelkedik a nagykunság épületei közül, és meghatározza a város jövőjét hosszú évekre, évtizedekre, vagy akár évszázadokra is. Miért kulturális mérföldkő ez a kiállítás a város életében? Ehhez fogható kiállítás még nem volt Karcagon. Én úgy gondolom, és szerintem mindenki így gondolja, aki el fog látogatni, hogy méltó ahhoz a fejlesztéshez, amelyet véghez vittünk, és ahhoz, hogy ezzel a kiállítással tudjuk megnyitni magát az épületet, és ez a kiállítás látható először ebben az impozáns épületben, ez szerintem mindenki számára felejthetetlen, és egy örökké emlékezetes pillanat fog maradni. Hogyan értékeli a kiállítást? Van esetleg kedvenc képe? Nehéz kiválasztani, hiszen szívemhez közel áll Munkácsi munkássága. Szerintem minden kép. Hogyha valaki ellátogat, szerintem órákat el lehet tölteni itt a kiállítóteremben, hiszen minden festménynek megvan a maga varázsa, és minden festménnyel lehet találni. Akár ha többször megnézi valaki, akkor is valami újat. Köszönjük szépen! Mennyire elégedett a kiállítás helyszínével, hogy egy ilyen különleges helyszín adhat otthont a gyűjteménye egy részének? Hát megmondom az igazat, fantasztikus. Nem tudtam, hogy ebből az épületből ezt ki tudják hozni. Ez egy rendkívüli épület, ezt mindenki tudja, de hát itt egy egyenes fal nem volt. De úgy látszik, hogy komoly munkát végzett a polgármester és a csapata, meg az alapítvány tagja is. Hát csak gratulálni tudok. Le a kalapa. Rendkívüli. Mit tudhatunk erről a gyűjteményről, illetve ezekről a válogatott alkotásokról? Hát ez a gyűjtemény, ez valamikor a 90-es évek közepén kezdtem gyűjteni, és most több mint 70 Munkácsi képen van. Állítólag, ezt mondják a szakértők, ez a legnagyobb magánkézben lévő Munkácsi gyűjtemény, és én nagyon örülök, hogy a karcagiak is láthatják. Sok sikert akarok kívánni mindazoknak, akik ebben részt vettek, és hát élvezik a kiállítást. Miért tartja szívügyének, hogy a széles közönség megismerhesse ezeket a gyönyörű alkotásokat? Hát nem egészen így indult, megmondom az igazat. 2005-ben az akkori főigazgató, a Nemzeti Galéria főigazgatója megkérdezte, hogy hány képen van, és hát azt mondtam, van vagy 30. Szóval hát ebből már egy jó kiállítást lehet szervezni. Megszervezte akkor a Nemzeti Galéria az első kiállítás, 2005-ben volt, és én azt hittem, hogy 4 hónap után a képek visszatérnek a házamban, New Yorkban, a kampók még ott lógtak, hát de jött a következő város, és én rájöttem, hogy erre igény van itt. Nagyobb igény van itt, mint nálam otthon. Úgyhogy eldöntöttem, hogy ezek a képek valószínűleg már soha nem fognak visszakerülni a házamban. Közben bővült a gyűjteményem, mondom, most már több mint 70 Munkácsi képről van szó, de az igény az megmaradt. És ez a 48. kiállítás a kiállítás sorozatban. És eddig 5 millió látogatója volt. Hát ez egy szép ajándék Munkácsinak is, 185 születésnapja alkalmából. Mit tervez, hogy meddig szeretné még bővíteni ezeket az alkotásokat, gyűjteményszámot?
Hát tudni kell, hogy Munkácsinak elég sok képe még mindig lappang. Azt is tudni kell, hogy a képeknek a java még az életében vándorolt ki Amerikában, és ezek ott jelennek meg aukciós házaknál elsősorban. Hát én ezeket mindaddig, amíg van rá lehetőségem, megpróbálom megszerezni, úgyhogy nem kizárt, hogy a gyűjteményem el fogja valamikor érni a 100 számot. Mennyire igényel nagy erőfeszítést ezeknek a képeknek a beszerzése? Nem egy egyszerű dolog, de mivel most már a kommunikáció olyan szinten van, hogy megtalálnak engem a tulajdonosok, vagy megtalálom én a képeket az aukcióházaknál, van erre egy csapatom, aki ezt állandóan figyeli, felhívják a figyelmemet rá, és hát hogyha a szakma is azt mondja, ezt meg kell venni, akkor az általában meg is történik. Van-e kötődése Munkácsi Mihály felé, különleges kötődése? Hát megmondom az igazat, ilyen lokál patriotizmusból indult az egész, hiszen én is Munkácson születtem. Lehetséges, hogyha nem tudom, egy másik városban születtem volna, akkor valószínűleg nem Munkácsi gyűjtök, hanem talán Riporónait. De ez a lokál patriotizmus, ez megalapozta. Különben is a családban mindig volt egy Munkácsi rajz, és hát valahogy abban az időben mindenki az ásítóinassal nőtt fel, ez bennem is megmaradt. Van esetleg kedvenc képe az itt kiállítottak közül? Na most én még nem láttam a kiállítást, szóval nekem is egy nagy élmény látni a képeimet, hiszen nem látom, én is csak kiállításon látom. Nekem mindig van egy kedvenc képem, az mindig az utolsó vétel. Mindig az a kedvenc képem. Most ne kérdezze meg, hogy melyik az, mert még mondom, nem látom itt, hogy mi van kiállítva. Köszönjük szépen. Mit üzenne esetleg a karcagiaknak? Élvezzék a kiállítást. Köszönjük szépen. Miért fontos a térségben élők és a karcagiak számára is, hogy ez az óriási beruházás megvalósulhatott? Amikor még csak a tervek voltak, akkor azt mondtam, hogy ez a pavilon Karcagnak olyan lesz, mint Párizsnak az Eiffel torony, mint Rómában a Kolosseum. Tehát ha valakinek majd egy pár év múlva egy Karcag kép fog beötleni, aki ide látogat, vagy Karcagról még nem is tud semmit, akkor a pavilon kontúrja, a pavilon képe fog megjelenni. Egy meghatározó építészeti alkotás lesz, amihez már mindent viszonyítani kell. Hogyha közterületet hozunk rendbe, új házat építünk, akkor mindig lesz egy minta, amihez tudjuk hasonlítani. Én azt gondolom, hogy csodálatos ez a beruházás, irigylésre méltó, és én találkoztam az ország több részén olyan emberrel, aki irigylik, hogy Karcagon egy csodálatos épület van. És Karcag szellemiségéhez is illik, hiszen a keleti gyökereinkben visszatükröződik ez a sámán dob, a dob, azok a motívumok. Én azt gondolom, hogy egy csodálatos épület és egy csodálatos helyre került. Mit adhat ez a mai rendezvény és ez a kiállítás az itt élők számára? Még ma is hihetetlen, hiszen Munkácsi Mihály festményei minden tankönyvben, történelem, irodalomkönyvben megláthatók, hiszen tudjuk azt, hogy Munkácsi Mihály olyan kort ért meg, olyan kort dokumentált, ami a magyar történelemben nagyon fontos. Olyan ábrázolása volt, ami magyar történelmi személyiségeknek, amit most is tanítanak, és hogyha ábrázolni akarják akár a honfoglalást, akkor az ő képeit teszik be illusztrációként. És ez a kiállítás ekkora méretben, Karcagon, egy ekkora városban, mint a miénk, ez csoda. És még amikor a kiállítást állították fel, akkor én jöttem, és akkor gondolkoztam, hogy fog a pavilonban
ez a kiállítás jól összhangban lenni. És amikor most már több egyére látom, azt látom, hogy ide kellett hozni. Mint hogyha Munkácsi Mihály ehhez a pavilonhoz tervezte volna, festette volna a képeit, én azt gondolom, hogy csodálatos összhangban van a pavilon, az épület, a kiállítás. És büszke vagyok nagykunságiként, karcagiként, hogy egy ekkora Munkácsi kiállítás a mi városunkban lehet. Ilyen még nem volt. Tudna esetleg olyan alkotást kiemelni, amelyik a szívéhez a legközelebb áll? Hát a Munkácsi képek azok mesék, történetek, színes történetek, és én csodálkoznék azon, hogyha az előttem lévő korosztályok gyermekeiben a honfoglalás nem adott volna egy olyan inspirációt, hogy a magyar történelmet még jobban megismerje. És én Debrecenben jártam egyetemre, és a Déri Múzeumban jártunk vizsgázni előadásokra, és nekem többször volt lehetőségem a trilógiát megnézni Krisztus a Pilátus előtt, és hát valami csoda, mint egy történet, egy elmesélt színes történet. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kép van, de nekem a történelmi jellegű képek azok, amik legjobban megragadtak. Mindenkinek ajánlom a kiállítást, mert csodálatos élmény, és jó érzés, hogy Karcagon vagyunk, bejövünk egy csodálatos épületben, olyan, mintha a világ legnagyobb galériába jutnánk el, és kilépünk az épületből, és megint itt vagyunk Karcagon. Csoda! Köszönjük szépen! Mit lehet tudni erről a kiállításról? A festő melyik korszakából valóak leginkább? A gyűjteménynek, Pákjöne gyűjteményének az az egyik legnagyobb értéke, hát hogyha itt az értékeket már méregetni lehet, hogy a festő teljes pályáját átfogja. Tehát itt ugyanúgy vannak képek az egészen korai időszakból, például a húsvéti locsolás, ami Munkácsi fiatalkorának az egyik főműve, 21 éves volt, amikor Bécsben ezt a képet készítette, és azt kell mondanom, hogy mind a mai napig magyar festőművészetben ez egy jelentős momentum. Munkácsival kapcsolatban mindig a síralomházról beszélünk, de azt kell mondanom, hogy talán a húsvéti locsolás is majdnem olyan jelentős, bár nem olyan nagy díjat nem kapott, mint a síralomház. Ugye van a realista korszakból, amilyen a síralomház, és mellette több másik. Jönnek a biblikus képek, amelyeket 880 és 84 között készített, illetve az utolsót már a 90-es években, és az úgynevezett szalonzsánere, amelyek a késői időszaknak, hát Munkácsi esetében sajnos a 45 éves kora után készült képeket már későinek nevezzük, ami egy abszurdum, hiszen 55 éves volt, amikor meghalt, 56-dik. Tehát a késői, amelyek egy ilyen esztetizáló, eklektikus stílusban megoldott, nagyon-nagyon látványos, vizuálisan rendkívül gazdag kompozíciók. Én ezeket általában egy-egy zenei műhöz szoktam hasonlítani. Tehát olyanok, mintha egyszerre sok hangszer szólna, mindegyiknek tulajdonképpen kihalljuk a hangját, de hogyha jó az a zenekar, akkor az egybe szól. És ilyenek Munkácsinak ezek a szalonképei. Vannak a 90-es évekből is van néhány képe a gyűjteményben. Tehát aki ezt megnézi, az egy teljes képet kap az életműről. Mit lehet tudni a festőgéniusz munkásságáról? Körülbelül hány művet alkotott? Ezt természetesen csak megsatszolni lehet, mivel hogy nem ő maga soha nem vezetett egy pontos nyilvántartást az elkészült munkáiról. Volt egy időszak, 1878 és 87 között, 10 év, amikor a Charles Sédelmeier volt a műkereskedője Párizsban, és természetesen azokat a képeket, amelyeket ő átadott a műkereskedőnek, ők bekerültek egy jegyzékbe. Ezek a jegyzékek megmaradtak, tehát azt az időszakot azért többé-kevésbé pontosan ismerjük, bár az a probléma, hogy mai szemmel nézve ez a jegyzék sem részletes, nem pontos, nincsenek méretek, csak képcímek és árak, mert ugye ott az volt az érdekes abban a relációban, ezért például Naplemente címen legalább 7-8 kép fordul, nagyon nehéz beazonosítani, hogy melyik, de azért valamennyire próbáljuk.
Pillanatnyilag, tehát 1050 évvel készített Végvári Lajos egy életműkatalógus, egy nagy munkási monográfia kiegészítéseképpen, abban 650 festményt vett fel. Ezek között sok olyan is van, amelyről csak bizonyos híradás volt, tehát ő csak bejelölte, hogy ilyen létezhet, de igazából nincs róla bizonyíték. De ugyanakkor lehet még legalább 100 olyan kép, vagy akár több is, amely nem is került még egyáltalán elő, hiszen amióta ezek a kiállítások, a Pák gyűjtemény anyagának a kiállításai követik egymást, 2005-ben kezdődött ez a Magyar Nemzeti Galéria nagy munkási kiállításával, azóta több mint 20 olyan kép került elő, amelyet korábban nem ismertünk. Tehát azt kell mondanom, hogy biztosan minimum 7-800 darabból áll a festői életmű, ehhez járulnak a rajzok, a vázlatfüzetek, amiből nagyon sok van, hiszen a festő vizuálisan gondolkodik, és kvázi leírja rajzban, amit gondol. Van-e itt a mai kiállításon olyan kép, ami nehezen került elő esetleg? Tehát itt mi olyan színes történeteket nem tudunk elmesélni, mint például a nem tudom milyen kisegér, amelyet a Barki Gergő kollégám valóban nagyon izgalmas módon fedezett fel egy filmrészlet alapján, de olyan, amelyről tudtunk, hogy megvan, és előbb-utóbb nagyon reméltük, hogy elő fog kerülni, olyan van, illetve több olyan is van, amelyet Végvári Lajos az általam említett övkatalógusban jelölt, és kis fekete-fehér reprodukciót például be is tett a képről. Annak alapján nem látszott, hogy ez valamilyen jelentős darab lehetne, de amikor a kép előkerült, akkor látszott. És mindjárt akár itt, hogyha a hátam mögött azt hiszem látszik a Parkban című kép, az például egy olyan kép, amelyet nem ismertünk egyáltalán. És ez a Park Monceau-nak egy részletét ábrázolja. Munkácsiék Párizsban egy nagyon előkelő negyedben laktak, ott volt a műterme is, és közvetlen szomszédságukban volt ez a Park Monceau, amely Párizsnak egy ilyen többé-kevésbé zárt, nagyon úrias, szép parkja, és hát úgy látszik, ő ide szívesen kiállt festeni, és például ez a kép onnan való. Vannak-e fontos követelmények, hogy milyen körülmények közé lehet kiállítani ezeket a nagyon értékes festményeket? Természetesen, tehát minden esetre mindenek előtt a konzerválási, az őrzési feltételek nagyon fontos, tehát eleve az őrzés az rendkívül fontos, és nagyon szigorúan be van szabályozva, részleteit nyilván nem fogom elmondani, ugyanakkor a hőmérsékletet meg kell határozni, a nedvesség tartalmat meg kell határozni, a megvilágítás fényerejét meg kell határozni, tehát hogy mindezek nem esetlegesek, hanem nagyon ki vannak gondolva, és nyilván a szállítás is nagyon gondosan tört, nem lehet akárhogy összerakni ezeket a képeket. Tehát, hogy itt nagyon sok követelménye van egy ilyen kiállításnak. Most volt 180 éve, hogy született Munkácsy Mihály, tehát erre mindenképpen érdemes emlékeznünk, és hát úgy alakult, hogy a temetőbe, a Fiumei úti temetőbe beszéltem pár mondatot, mondtam a festőről, és ott azt emeltem ki, hogy Munkácsy egy szabad lelkű ember volt, és nagyon bátor festő. Hát azt, hogy az ő életműve mennyire erőteljes, milyen hatalmas lépés, ha a magyar művészet történeten keretén belül nézzük, az igazából akkor látszik, ha összehasonlítjuk a kortársaival, hogy mi az, amit ő másképp csinált, és ez mit jelentett a későbbiekben a többiek számára. Nagyon szépen köszönjük. Szívesen. Hogyan értékeli a kiállítás képeit? Nagyon örülök, hogy Karcagon van egy Munkácsy kiállítás. Nekem 2005-ben volt alkalma megnézni a Nemzeti Galériában, fenomenális volt, és nagyon örülök, hogyha részben is, de Karcagváros lakossága helyben, ezen az impozáns helyen meg tudja nézni ezt a kiállítást. Mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el. Köszönjük szépen! Ön, mint Karcag egyik kiemelkedő festőművésze, hogyan értékeli ezt a kiállítást? Meglepően csodálatos élmény számomra. Maga az épület, én még nem voltam benne, most vagyok először, egyrészt mint fotós is itt vagyok. Hát én azt gondolom, hogy jártam a világ több pontján már, komolyabb helyeken is. Szerintem megállna a helyét bármely helyen, világban bárhol, nagyon magas színvonalú. Tehát a minőséget sugározó minden négyzetcentiméter szerintem. Maga az épület nagyon szépen meg van csinálva, tehát a felosztásai,
és maga a kiállítás is szerintem egy nagyon színvonalas, igazi meglepetés ez a Munkácsi, hogy itt van Karcagon. Ez is egy nagyon jó élmény, hogy végigkísérhetjük a Pákin megy ütemén keresztül a munkásságát, és tényleg, hogy ide is kerül Karcagra, és ez is egy óriási lehetőség a város számára, meg számunkra, hogy ezt megtekinthetjük. Munkácsi Mihály festészete mennyire áll közel önhöz? Nagyon tisztelen és becsülöm a munkásságát, meg végig is kísértem, meg nagyjából ismerem az életútját. Hát egészen a korai rajzítól, vázlataitól kezdve egészen a késői művékig van minden. Tehát őnek itt két nagy részlete volt az életének, egyrészt külföldön töltötte nagy részét az életének, egyrészt Düsseldorf, Bécs, München, aztán került ugye Párizsba, és ott ért el az élete másik részét. Ez alatt rengeteg képet festett, elsősorban a korai tanulmányai után, hát mondjuk a Síromháztól kezdődik a nagy áttörés, ahol kapott egy aranyérmet Párizsba ezért, és onnantól kezdve műkeresőkkel volt kapcsolatban, Amerikába küldték, vagy dolgozott a képeivel. Szóval végigjárta azt az egész utat. Hát elsősorban a Bárónéval kötött házasság után ugye amerikai műkereskedelmi piacra dolgozott sokat. Azon kívül az állami felkérésekre elfestette meg a Honfoglalás című képét, vagy ott vannak a nagyméretű Golgota, Ecce Homo és a harmadik nem jut eszembe hirtelen, tehát az nagy hármasság, az a triumvirátus kép sorozata, amit most erőszemben látható, az is egy óriási alkotás, és ezek is nagyon meghatározók az életében. Melyik kép tetszik a kiállítottak közül leginkább önnek? Hirtelen még nem néztem át, nekem a tanulmányok a kedvenceim, amiket különös alaptanulmányokat készít, különböző síromházhoz, tépéssállókhoz, meg az egyik képei, azok kiemelkedően jó képek, mert lazák és könnyedek. Azok nagyon tetszenek. Köszönjük szépen!